A pedofil simogató köztársasági elnök Novák Katalin aljas és erkölcstelen kegyelmi döntésének sajnos van egy olyan következménye, ami kevésbé ismert. Az a helyzet, hogy az által adott kegyelem miatt a pedofil igazgatót mentegető, a gyerekeket mindenfajta erkölcsi és szakmai szabályt megszegő módon hamis vallomásra késztető igazgató helyettes visszatérhetett a szakmájába, és ma már gyerekeket taníthat újra. Ez elképesztő, felháborító és gusztustalan. Éppen ezért a Demokratikus Koalíció egy törvényjavaslatot nyújtott be, amelyik előírná azt, hogy a pedofil bűncselekmények mentegetőit, az ezeket támogatókat, a bűnsegédként fedezőket is el lehet és el kell tiltani a gyerekekkel való foglalkozástól örök életükre. Soha többé, aki ilyet elkövet, nem mehet gyerekek közelébe. Éppen ezért azt is előírjuk, hogy az ilyenfajta büntetés alól sem a pedofiloknak, sem pedig a pedofilok mentegetőinek nem lehet semmilyen módon kegyelmet, felmentést adni. A Demokratikus Koalíció szerint a pedofilok bűntársai ugyanolyan büntetést érdemelnek, mint a pedofil elkövetők. Ezért soha többé nem dolgozhatnak gyerekek közelében, és soha többé nem kaphatnak elnöki kegyelmet. Ezért terjesztjük az országgyűlés elé a Demokratikus Koalíció pedofil ellenes törvénycsomagját, amelyik nem fogja hagyni, hogy Magyarország a pedofilok vadászterülete legyen. A DK a törvényjavaslata a pedofilok bűnsegédeit is örökké eltiltja a gyerekekkel való foglalkozástól, és megtiltja, hogy valaha is elnöki kegyelemben részesüljenek a gyermekek szexuális bántalmazásában résztvevő, vagy azt mentegető, fedező bűnözők. Meg fogjuk védeni és gyerekeinket és unokáinkat a Fidesztől, és nem fogjuk hagyni, hogy a pedofil simogató Novák Katalin és az Orbán kormány még több pedofil bűnözőt engedjen szabadon. A pedofil simogató Novák Katalin szégyent hozott a köztársasági elnöki tisztségre, ezzel méltatlanná vált annak betöltésére. Bűnét csak fokozza azzal, hogy nem volt hajlandó megindokolni, miért engedte szabadon az amúgy remek fideszes kapcsolatokat ápoló bicskei pedofil mentegetőt. A DK pedofil ellenes törvényjavaslata ezért a jövőben arra is kötelezné a köztársasági elnököt, hogy minden esetben indokolja meg, miért ad elnöki kegyelmet egy-egy elítélt bűnözőnek. Azonban a pedofil bűnözőknek és bűntársaiknak, segítőiknek, továbbá a gyermekpornográfiát birtokló gazembereknek elnöki indoklással sem jár majd elnöki kegyelem, ha az országgyűlés elfogadja a DK pedofil ellenes törvénycsomagját. A Demokratikus Koalíció szerint a pedofilok bűntársai ugyanolyan büntetést érdemelnek, mint a pedofil elkövetők, és ezért soha többé nem dolgozhatnak gyerekek közelében, soha többé nem kaphatnak elnöki kegyelmet. Ezért terjesztjük az országgyűlés elé a Demokratikus Koalíció pedofil ellenes törvénycsomagját, amely nem fogja hagyni, hogy Magyarország a pedofilok vadászterülete legyen. A DK törvényjavaslata a pedofilok bűnsegédeit is örökre eltiltaná a gyerekekkel kapcsolatos foglalkozásoktól, és megtiltja, hogy valaha elnöki kegyelemben részesüljenek a gyermekek szexuális bántalmazásában résztvevő, azt fedező, mentegető bűnözők. Meg fogjuk védeni a gyerekeinket és az unokáinkat a Fidesztől, és nem fogjuk hagyni, hogy a pedofil simogató Novák Katalin és Varga Judit még több pedofil bűnözőt engedjen szabadon.